jó esélyt lennének. Minden logében. Start elindult a nap negyedik futama Hujber Károly és József emlékverseny 1400 méteres távon, és hogy várható volt, Michelin elmegy vezetni. Dabiango nem kezd gyorsan, a mezőny végén van, Michelin pedig 5-6 hosszas előnyre tesz szert egy pillanat alatt, mögötte pedig Körisva színeit látom, illetve ott a Rafael Santé és Delinda, a középmezőny tagja Bill Tiger, Dabiango a mezőny végén, a boly végén pedig Szombatesti Lány, illetve Pokolfajzat. Lassan Tíj hosszal vezet most már Michelin. Michelinet hagyják vezetni a többiek, amikor az ezres táblát elhagyták a telivérek. Michelin bevezet a mezőnek, Rafael Santé Bakossal ott van mögötte a második helyen, Bill Tiger, Körisva, Delinda a közvetlen élmezőny a vezető lovak mögött. Hát külön versenyt fut a boly, Dabiango pedig megkezdte a zárkózást, a mezőny végére Pokolfajzat és Szombatesti Lány csúszik vissza, de a boly nagyon-nagyon jól együtt halad. Jönnek a lovak most már a befutóra, még mint egy jó 400 méterre van hátra Michelinnek. Michelinet most már elkezdi lovas egy picit kézzel lovagolni, de az előnye így is tetemes. Michelin az első, Michelin elsőként éri el a 300-as táblát, a többiek pedig elég lassan indulnak el. Michelin vezet és jön Dabiango nagy lendülettel kívül, Rafael Santé még mindig csatázhat a dobogóért, és jön Szombatesti Lány. 150-nel a vége előtt lesz igazán izgalmas a verseny, mert Michelin elfárad és jön Dabiango. Dabiango és Georgiev most már átvette a vezetést, és mögötte jönnek az ecsedi lovak, Dabiango nyer, mögötte második helyen lesz Rafael Santé, majd jön Szombatesti Lány, Michelin megőrzi a negyedik pozícióját. Hát, hogy beszéltünk Michelinről, hogy be fog vezetni vélhetően, és papíron nem rossz sansz, hát kis hiány hazaér, de végül lecsúszik a dobogóra. Rafael Santé legalább már ott van placon, és második, de Dabiango hozza azt, amit azért vártunk tőle, ő volt az első tipp, azt mondtuk, hogy a topjával jó sansz, és megnyeri a versenyt remek hajrával, Georgievvel. 5-ös, 6-os, 10-es a befutási sorrend, azaz valóban Rafael Santé és a másik ecsedi ló, Szombatesti Lány hozza formáját. Hogyha láttuk ecsedilókat, ecsedi Letíciát, elégedett lehet azt gondolom lovainak futásával, de Dabiango erősebb. Figyelem, a negyedik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 5-ös, 6-os, 10-es, ismétlem, 5-ös, 6-os, 10-es. Kézzel hozza Georgiev Dabiangót. Egyet oda csíp, és tulajdonképpen elszállít a többiek mellett az utolsó 200-an. Pokolfajzat most nem volt annyira erős, mint szokott. Az meg, hogy Rafael Santé ugye nem volt tippelve, de a harmadosztályban már 61 kilóval odaér a dobogóra. Azért ez várható volt őszintén szólva. Dabiangónak megvan az idei első sikere, ezt azért kevesen gondoltuk, mondjuk a tavalyi teljesítménye után, amikor három versenyt tudott nyerni. Nem fut sokat Dabiangó, de